neked mesélni valamit, ami így lehetne akár közérdekű is. Elmentem futni a Cseketóra, és megy előttem egy bácsi, tehát egy nagypapa, két unokával, akik ilyen 16-18 éves lányok, meg egy vizsla. Ez volt a kis csapat. És jön mögöttem egy néni bicóval, a néni bevásárolmánya a bicóra aggasztva, táska, tehát egy ilyen felmálházott nénike. Te mögötted? Mögötted, tehát én futok, és akkor elsuhan előttem ez a néni a biciklijével, és a bácsi és unoka vizslája. Igen. Elkezd futni a néni után, és megugatta. De annyira, ez, igen, hogy a néni belement a Cseketóba. Nem mondod! De. A néni, cucc, bevásárolmány, minden a Cseketóba. Én gyorsan mindent le, kihúztuk a nénit, a cuccait, a biciklit, egyébként ott az edzőtábornál szerencsére nem mély a víz, tehát föl nem tudott mély állni. Jaj, de jó, mert másik oldalon mély? Na mindegy, igen. Nem tudom, ott tehát leért a lába, hála Istennek. Kihúztuk a remegő nénit ezzel a három emberrel, és akkor hát a néni az hullaideg volt, tehát most gondolj be, kivett a tocsogott a mobilja, éppen a postáról jött, és ez a tipikus, hogy így a borítékba be voltak rakva a csekkek, meg a befizetni való, meg a kislista, meg hát a néni az csuromvíz. És ez a három, bár bocsás szóért, de ezt ott állt, én meg így próbáltam a nénit, hogy szóljak valakinek, hogy jöjjön el érte, vagy miért a nőni az remegett az idegességtől, ezek meg ott állnak, majd mire a néninek annyi lélek jelenléte lett, de nem mondtak semmit. Tehát ez a mit segítsünk, vagy tehát valami ilyesmi volt, és akkor még a néni ennyit mondott ennek az úriembernek, hogy máskor megfoghatná a kutyáját. És erre a bácsi elkezdte, hogy hát arról beszélgethetnénk, hogy ez egy bicikli út-e. És képzeld el, hogy a három ember közül egyik sem mondta azt, hogy elnézést, hogy ne haragudjon, hogy bocsánat. Az egész jelenet alatt ez a szó nem hagyta el a szájukat. Se amikor húztuk ki a vízből, se amikor teregettük ki az összes vizes cuccát, ezek nem mondták, hogy elnézést. És amikor a néni ugye erre utalt, hogy kösz, hogy ez történt, mármint izé, még a bácsi visszaugatott neki. Elképesztő. Te figyelj, én ezt el nem tudtam képzelni, ez tényleg... Ez most azért próbálom nem elröhögni magam, nem a néninek ne kell röhögnöm, hanem pár nappal ezelőtt történt velem is egy olyan kutyás sztori, hogy én annyira ideges voltam, Panka. Nem meséltem neked? Nem mondtam? Hát elmondom akkor most erre, hogy van az utcánkban egy csávó, ja, akinek de van a nagy fekete valamit kutyája. Valamit írtál SMS, vagy írtam? Valamit, igen. És egy gyönyörű, szép kutya egyébként, de egy olyan fajta, amit baromira kell nevelni. Egyrészt azért, mert 100 mázsásra nő, de tényleg egy ilyen borzasztó robosztus, ez még egy kölyök, még talán nincs is 1 éves, de már akkora, mint az asztal. És hát meg a tipikusan olyan fajta, hogy ez így meggárgyul, hogyha ha nincs rendesen tartva, és akkor még akár veszélyes is lehet. És akkor itt van hozzá ez a csávó, aki tudjuk, hogy időnként próbálkozik, mert jár hozzájuk ilyen kutyatréner, meg mit tudom én, vagy mindegy. Viszont rendszeresen neki megy a kocsimnak. Egyszer konkrétan neki ment a kocsimnak a kutya. De ott ugat, megyek. Így? Nem, egyébként nem ugat. Tehát nem tudom eldönteni most, mit akar a kocsimtól, de kajakra volt már olyan, neki ment az oldalán, aki pif. És akkor azt csinálja, már nem először fordult elő, hogy megyek, ugye az utcánkba kb. 5-tel lehet lemenni a vizén, Kátyúfalvára, és megyek így, és látom, hogy megint nyitva van az a kapujuk. Na mondom, de jó, és már jött is ki a kutya. Én satufék, mert a kutya beáll a izém elé, kocsim elé, mint a szobor. Ott megáll, és akkor elkezdi kerülgetni a kocsimat, én meg így centénként így megyek előre, mert folyton megint a kocsim elé lép, és van, hogy nem is lát. De mindegy, így félek, nem akarom elütni. És akkor a csávó ezzel az alkalommal, mikor ez a legutolsó eset történt, alsó gatyába
jön ki az utcára, és kergeti a kutyáját az én kocsim körül. Tehát ezt a jelenetet érted, a bazi nagy fekete kutya a csávó alsógatyába, nekem 200 a vérnyomásom, és még soha nem szólt, amit lehúztam az ablakot, és mondtam, hogy esetleg tán, nem is tudom, hogy mit mondtam, hogy ne haragudj, de talán nem kéne kiengedned a kutyádat, ha nem tudod behívni. Igen. Ez hagyta el a számat, ez a mondat, és erre a csávó, hogy ez a, majd téged is megkötünk pórázra, meg hogy a, miket mondott, hogy ez a kutya csak téged gyűlöl, senkivel nem csinálja ezt, érzi, hogy gyűlölöd. Kocsin keresztül is? Hát, jó. Érzi, hogy én gyűlölöm, ilyeneket dumált nekem, érzi, hogy én gyűlölöm, és ezért csinálja ezt, a kutya tudja, kit kell utálni. Jaj, és akkor itt kellemes, mondtam, hogy kellemes ember. Én ilyet még, tehát ez a lehúzott ablaknál, mint a kocsis, úgy káromkodtam. De visszaugattál neki? Vissza, mármint, hát persze, hogy vissza. Volna. Hogy ne ugattam volna vissza, és egyébként ma megint kijött elém a kutya, így ültem a kocsiban, így, és megvártam a jelenetet, amíg futkarászik körbe, most volt rajta ruha, majd sikerült elkapni az ebet, és távoztak, és akkor én elvonultam. De nem engedhet ki egy ekkora kutyát. Nem. És ezért voltam ide, Petit is fölhívtam, nagyon-nagyon ideges voltam. Én ilyen tök kutyás beállítottságú vagyok, itt csak kutyára haragszom. Hát én persze, nyilván persze. Nem akarom elütni, érted, az a problémám az egésszel, meg az, hogy majd egyszer esetleg neki ne menjen a kölkeimnek. De nekem meg az volt egyébként annyira rossz érzés, hogy miért nem ugattam vissza ennek a bácsinak, hogy engem még egy ilyen szituációba is így köt az ilyen tisztesség, vagy pedig nem kell lemenni a szintjére egyébként. De én azt kell mondani, hogy egyrészt itt lehet biciklizni, másrészt a kutyát nem lehet, szerintem egyébként nem szabad pórázni, sétáltatni, nem. De ha meg úgy sétáltatod, és a néni beesik a cseketóba, tehát ősszel, tényleg, mint a 101 kiskutyában, ebből óriási baj is lehetett volna. Igen, most és ha belefullad, vagy bármi. Amúgy meg simán lehet, hogy neki ettől jelentős anyagi kára származik, mert nála volt minden a tóba. Fran se tudja, hogy mit sikerült kimenteni. És mi lett egyébként a sztori vége? Eljött érte valaki, vagy elindult haza csuromvizesen? Nem, csuromvizesen tovább biciklizett, és akkor én tovább is futottam, és megvártam egy olyan 100 méterre. És mondom, nem kértek elnézést öntől? És azt mondja, hogy nem. Tehát ő is ez a... hogy ez valami döbbenet. Döbbenet. Hihetetlen. Tényleg én úgy vagyok ezzel, hogy tudom, hogy sokan elengedik a kutyájukat, és én is elengedném az enyémet, ha bíznék benne, hogy mit tudom én, hogy hadd fussa ki magát, de előttem mindig az a jelenet van, van ez a, mi ez a bazi nagy kutya, a írfarkas, amiből van egy pár itt tatán, tudod, ez a nagy, szürke, loncsos, ilyen agáralkatú, de tényleg baromi nagy, akkora, mint te. De komolyan rohadt nagy kutya. És egyszer az öreg tó partján találkoztunk egy ilyennel, pórázon hozta egyébként a gazdája, de tényleg ez eszméletlen nagy ez a kutya, nem tudom, ismeritek-e ezt a fajtát, de hatalmas nagy. És a csávó, mikor meglátott minket a kanyarba, szerintem veletek együtt voltunk, még a bénit sétáltattuk. Azt hiszem, ilyen nagyobb csűrhével, nem rémlik ez a jelenet? Nem. A csávó, mikor meglátott minket a kanyarba, leültette a kutyát, lefektette a kutyát, és ráült a kutya hátára. Hogy megfogja, mivel ott jött egy másik. Tehát, hogy én így tessen a kutyánkat. Erről akarok beszélni, hogy a kutya... Jó, de nekem ez, hogy ez... Hogy lehet? Legyen bennük... Hogy nem kérsz bocsánatot egy ilyen szituáció. Hogy lehet ez? Hát én ezt nem hiszem. Én tényleg mindig megmagyarázom, utálom, amikor valaki folyton nézi, hogy mert a boltban nem kedvesek, meg a nem tudom ki beszólt, meg a buszon is a buszsofőr, nem tudom, hogy nézett. Egyébként engem ez nem érdekel. Szerintem baromi kevesen tudnak bocsánatot, meg elnézést kérni. De egy ennyire kemény szituáció. Hát, de tényleg ez a majdnem... ott hagyta a néni a fogát. Egy és néni? És a lányok se. Tehát, hogy... Nem, az meg két, de ilyen 20-hoz közel, ilyen álltak mind. És még próbáltak velem így összeröhögni, de én így visszanéztem, hogy figyelj. Eszméletlen volt. De amúgy, ha már ezt a kutyás vonalat hozzuk föl, ami tényleg nem a kutyás mert
hanem ez, hogy tényleg vannak ilyen emberek, és tényleg itt körülöttem. De nekem azért a kutyás izé, mert itt ő volt a hibás abszolút ebben, hogy ne igen, de teljesen elengedte a hogy miben kutyáját. hibás, hogy egy ilyen szituáció, ha kigáncsolod a nénit, akkor is lecseszed, hogy miért oda lépett, vagy mi. Tehát, hogy ezt nem értem. De ha már a kutyások. Én rettegek a kutyáktól. És azt bírom, hogy az ekkora kutyák, ugye, főleg a futóknak, oda jönnek a lábukhoz, és én természetesen akkor sikítozva ugrálok, meg fogom a fejemet, meg a fontos testrészeimet, és akkor mindig hülyének néznek a gazdák, hogy nem harap, meg hogy nem látom, hogy milyen pici. Jó, de ha oda jön nekem odaugatni, nehogy már engem csesztenek le, hát hogy meg. Meg most mi köze hozzáérted, hogy te a félsz tőle, fogja meg a kis szarzsákot, az vigye hát, de meg ez tipikus, hogyha meg félre nézel, már megint jön oda a lába, de szerintem tök félelmetes. De most miért te de nem félsz ezektől? A kicsiktől? Igen, a kicsiktől amelyik ott nem. Jön, és azoktól ezt nem. Az, attól nem, mert tényleg annál annyival erősebb vagyok, hogy azt belerúgok aztán, már ha tényleg akar valamit. Nem szoktam kutyákat rúgdosni. De hogy attól meg tudnám védeni magam, de ezektől a monstrumoktól. De nem akarok belerúgni, és az meg előbb csíp bele akkor a lábamba. Hát. Szerintem. Nem annyira. Az Ivett szokta emlegetni azt a sztorit, nekik is ilyen eléggé jó felépítésű kutyáik vannak, és mondta, hogy sokszor van ilyen, hogy sétáltatják, ők ugye pórázon, vagy ha el is engedik, akkor mikor jön valaki, megfogják, és akkor egy csomó gazdi van, akinek jön a kutyája póráz nélkül, és akkor ők meg ilyen 2 centin tartják, mert az ő kutyájuk viszont bepöccen a másik kutyákra, és ők ezt tudják, és a hülye másik is tudhatna, hogy van ilyen kutya, mindegy, és akkor messziről mindig kiabálnak, hogy nem bántám, nem bántám, és akkor ők meg szokták visszakiabálni, ez viszont igen! Hát de én nem is engedném ez a kis nulla kutyámat felelősség. Oda egy nagy kutyámhoz, hát. Én nem szeretem, szerintem egy csomó embernek nem való a kutya. Na mindegy, de ez a... Én nagyon sokszor találkozok ilyennel, hogy nem képesek elnézést kérni az emberek. Hát olyan, ennyire hülyék, hát én ezt nem hogy hiszem még nekik áll feljebb, végre van valami üzé, amire be lehet szólni, meg bele lehet állni valami hülye szituációba, és nem kérnek bocsánatot. Hát ez szürreális volt. Tehát az, hogy végignéztem, hogy a néni belekerékpározik a csekettóba, gyerekek. Szegény, de ha... nyáron esett volna, de azért most egy szél most mondom, kifúja mondjuk a lelkét. A gyereked esik be egy ilyen szituba, mert mondjuk megugatja a kutya. De és a bicója, a telefonja, a pénztárcája, a tüdőgyulladása, a mit igen. Tudom én... Nem is értem, basszus, és ha mondjuk úgy kell kihúzni, hogy és hát akkor be kell ugrani érte, akkor... És egyébként azt néztem, hogy olyan lassított felvételbe mentek oda hozzá, hogy szerintem itt a pasinak rögtön bele kellett volna ugrania, és kitolni a nénit a aztán vízbe. Aztán meg még jól lebaszta volna, hogy ő is vizes lett. Jaj, gyerekek, ne! Ilyet ne! Szegény, mennyire volt idős néni? Hát ilyen 70 plusz. Jézus, nem hát áll! Néni! Most nem, az anyánk korosztályára nem mondom, hogy szegény, néni. Szegény, az is igaz. Csóri. Hát ez az igazi. Oké. Hát ment a kis bevásárolmányával nem a biciklin. De figyelj, Gina, ez tényleg nagyon durva volt. Nagyon durva volt. Próbáltam neki magyarázni, hogy szét kell szedni otthon a mobiltelefon, meg minden, de most tudom, hogy hogy nem tudja mi az, hogy kivenni az aksit. Hát... Miért lehet, hogy tudja? Csórikám. És akkor ő se ugatott vissza semmit, gondolom, teljesen. Nem, utána mondta a pasinak, hogy ezért bemutatkozna nekem? Tehát, hogy nyújtotta a kezét, hogy mutatkozzon be, aztán akkor a pasit nagy halkan mondott valami... Valami ilyesmi, de nem biztos, hogy... Majd csipolt ki. Nem. B. János. De ez is olyan fura, hogy a lányok se, tehát, hogy 3 emberből 3, mert azért, hogy a fiatalokban egyébként ilyen gondolunk róluk bármit, azért szokott bennük ilyen szociális érzékenység lenni. Meg de... egyébként, hogy ott van melletted a felnőtt, igen, aki ezt a hülye példát mutatja, nem állsz ki. Na, hát ez történt. 2019 őszét, tatán. Gyökér. Mármint elnézést.
Nem, gyökér. Pedig nem szeretek nyilvánosan fröcsögni, Én de se, azért nem is rohadtul. akarok nagyon, de szegény néni, most majd ezen fogok gondolkozni, hogy nem lett-e beteg. Hát simán lehet, hogy beteg lett, mert mivel ma orkán erejű szél Igen, fúj, hát tehát kifújt a ruhájába, hol lakik? Tatai? a Szegfű utcába. Tehát ott Jó csak van, akkor végig legalább hamar karikázott. hazaért. Ismered? Hát mit tudom én, hát ott azok a... Ja, te ott la. Hát a Peti. Egy őszhajú néni, hát tudom. Várja, pedig ő is bemutatkozott. Nem tudom. Mindegy. Tehát ilyen történet. Ne legyetek bunkók, Ne legyetek az bunkó. idősekkel főleg ne, de amúgy se, ha valakit belöktök a tóba kb. Múltkor meg a benzinkúton, de szerintem ezt meséltem neked, ott állt egy 100 éves néni, de tényleg nagyon-nagyon-nagyon idős nénike, és egy ásványvizet próbált magának vásárolni, és a kutas, vagyis hát aki a pénztáros hölgy, mondta neki, hogy álljon át a másik sorba, mert itt nem tudom, itt nem lehet ezt fizetni, vagy itt csak tankolás, vagy nem tudom, és a néni nem hallotta. Hát természetesen, mivel nagyot hallott, és a kutas hölgy nem az, hogy oda ment volna, hogy csókolom, tessék átállni, mert itt nem lehet ezt kifizetni, hanem ott röhögtek rajta. Ott röhögtek rajta. És akkor én kísértem át a másikkal. Ez hogy lehet valaki? Tehát, hogy azért, mert valaki idős, azért nem hülye. Leszúrnám, ha mamámat röhögnék ki. Amikor a Balinak a nagypapája már erősen parkinzonos volt, és már tényleg úgy, se nagy, tehát, hogy se nem tudott gyorsan beszélni, sem reagálni, tehát hogy olyan nagyon lassú volt, meg minden, és valami tévével kapcsolatban, mert ő tévészerelő volt régen, és akkor mondott valami, kérdezte, hogy mi van a tévénkkel, meg elromlott, és akkor én megpróbáltam valamilyen lerázós választ adni neki, hogy jó van, majd megnézem, majd megcsináljuk, tudod, ez a... És akkor tök aranyos volt, hogy ilyen tök lassan, meg ilyen, ahogy tudott így beszélni, a kis gyenge mimikája, hogy mondta, hogy ne haragudj, most lehet, hogy megsértelek, de ezt így nagyon lassan mondta, de szerintem te ezt nem tudod megállapítani. És hogy annyira jó volt, hogy ő képbe van, most azért, mert ő nem tud már úgy reagálni, de ő tudja, hogy ő jobban tudja, mint én ezt a témát. Ó, Istenem. Na, ennyi. Most ettől depressziós leszek ám. Akkor mondok egy másik. Ezek a sajnálom, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek. Igen, a sajnálom, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek. Lélek meg elme, ha majd már nem csak kikeresben csodát talál. És ráfáztunk már hányszor, hogy teremt, amit gondol.